az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk, mert vétkeztünk ellened, és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk. Mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságot szerint. Testvéreim, az évközi 26. vasárnapon ünnepeljük az Úr szent titkait. Szentírás vasárnapja van, ünnepélyesen kihelyeztük a Szentírást. Krisztus Isten szavát, hiszen minden ő érte, mint a világ mindenség középpontjához fokuszolt. Ezt a szentmisét dr. Kis Mihály lelkiüdvéért ajánljuk föl. De imádkozunk azokért is, akik 9-8-7 évvel ezelőtt tértek az örökké valóságba, velünk vannak lélekben, adja Isten, hogy a dicsőséges országba jussanak, és jussunk majd mi is földi életévünk után. 9 évet ért az örökké valóságba Balog Jánosné Petrás Rózsa. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök nyilvánosság kényeskedjük. Nyugodjon békességben. Jézus Mária szentnevében. 8 évet ért az örökké valóságba Pál Józsefné Bretka Mária. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök nyilvánosság kényeskedjük. Nyugodjon békében. 7 évet ért az örökké valóságba Szabó Ferenc és Fekete József. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök nyilvánosság kényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Jézus Mária szentnevében. 6 évet ért az örökké valóságba Pap Sándorné Botlik Margit, Garajszki József, Kovács János. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök nyilvánosság kényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Jézus Mária szentnevében. 5 évet ért az örökké valóságba Buncsák Istvánné Kovács Julianna, Gálik Ferencné Takács Erzsébet és Banó Anna. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök nyilvánosság kényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Jézus Mária szentnevében. 4 évet ért az örökké valóságba Szívos Istvánné és Jeszenszki Sándor. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik. És az örök nyilvánosság kényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. 2 évet ért az örökké valóságba Zsolnai László, Szurócki Ferencné Zsíros Mária. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök nyilvánosság kényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben. Jézus Mária szentnevében. 1 évet ért az örökké valóságba Tulec István. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök nyilvánosság kényeskedjék. Nyugodjék békében. Jézus Mária szentnevében. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a szentmisén. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem,
kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd reánk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Ámosz próféta könyvéből. A próféta azzal fenyegeti meg a dőzsölő gazdagokat, hogy megszégyenülnek és számkivetésre jutnak. Jaj a gondtalanul élőknek Sionban, és Szamária a hegyén, és elbizakodottaknak. Elefántcsont ágyban alusznak, fekvőhelyeiken henyélnek, lakmároznak a nyáj bárányaiból, és a csorda ökreiből. Hárfaszó mellett nótáznak, mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak.
korsóból isszák a bort, finom olajjal kenik magukat. József végzete miatt bizony nem bánkódnak. Azért lám most a száműzöttek élén mennek a fogságba, és véget ér a henyélők tobzódása. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből. Szeretett fiam, te Isten embere, menekülj a bajkeverőktől, törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást. Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneteket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd a megbízatásodat büntelenül és fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldogok és egyedülálló uralkodó, a királyok királya és az urak ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességében lakik, akit senki nem látott és nem is láthat. Övé a dicsőség és az örök hatalom. Amen. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondotta. Volt egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözködött, és minden nap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldús is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldús, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai között föltekintett, meglátta messziről Ábrahámot, és a keblén Lázárt. Fölkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam! Küld el Lázárt, hogy újja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelte Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolog volt életedben. Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig oda át gyötrődöl. Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám, kiáltotta újra, küld el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám ezt felelte. Van Mózesük és vannak prófétáik, azokra hallgassanak. Ám az erősködött. Nem teszik, atyám, Ábrahám, de ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha halottak közül támad is föl valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, 150 éve született Gárdonyi Géza, akinek az Egri csillagok című könyvét gyermekkorunkba nagy kedvel, büszkeséggel olvasgattuk, hiszen a kis maroknyi egri hős legyőzte hatalmas nagy török hadsereget. De kevesen tudják azt, hogy Gárdonyi Géza gyönyörű verseket is írt, nevezetesen a Bibliáról, és Szentírás vasárnapján az ő versét idézem, legalább egy-két sorát, mikor azt írja a Bibliáról, hogy ez a Mózes bokra, benne az Isten szíve dobog, gyermeknek is mély kedves rege, bölcsnek rejtelmek tengere. A Hiszek Egyben azt imádkozzuk, hála Istennek, hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavával. Isten kiválasztott embereket, prófétákat, akiket úgy sugalmazott, vezetett, tanított, irányított, hogy azokat az igazságokat közöljék az emberekkel, amelyeket ő, az Isten közölni akar az emberrel azért, hogy eljusson az üdvösségre, nevezzük csak néven úgy, hogy eljusson a mennyek országába. Hitelesítő pecsét a Biblián,
hogy a próféták vértanúk. Vérükkel tettek tanúságot arról, hogy a leírt igazságok az Istentől valók. A jövendőlések beteljesednek. Olyanok, amelyeket előre ők maguk, mint emberek nem láthattak, csak az Isten által vezetve, tanítva, megvilágosítva. És azt hiszem, hogy számomra és számotokra is a legkézzel foghatóbb bizonyíték a próféták működésére a Szentlélekben az, hogy egyedül a zsidók, Isten választott népe maradt meg az egyisten hitben akkor, amikor a környező népek sokkal, de sokkal nagyobb evilági kultúrát tudtak kialakítani, Asszíria, Babilónia, Egyiptom, a görög-római kultúrbirodalom, de próféták hiányában szinte mosolyogni való bálvány imádásba süllyedtek. Szent Pál apostol a görög fővárosban, Athénben, a főtéren, az Areopáguszon hirdeti az igét. Talál egy olyan szobrot, amelyikre az van ráírva, az ismeretlen Istennek szentelve. És ebből kiindulva beszél az Úr Jézus Krisztusról, akit ti ismeretlenül is tiszteltek, imádtok. Nagy odafigyeléssel hallgatják az Areopáguszon lévők Szent Pál apostolnak a prédikációját, de amikor Jézus Krisztusnak a föltámadásáról beszél, akkor azt mondja, hogy Jézus Krisztus föltámadt bizonyságul a megváltásra, akkor az areopágiták elkezdenek nevetni, és azt mondják, ugyan komám, majd erről még később meghallgatunk téged. És szépen elsomfordáltak Pál apostol szószéke mellől. Szentírás le is írja, hogy a világ történelem egyik legjobb fogását, prédikációját csak egy areopágita, Dénes nevű ember hallgatta meg, olyan utcaseprő szerűség és egy öreg asszony. A többiek ragaszkodtak a bálványaikhoz, hiszen a kígyókat, a fecskéket ugyanúgy imádták, mint a kecskéket. Minden könyvnek megvan a maga története, mondja egy közmondásszerű fölismerés. Hát a Bibliának is. 420-ban hal meg az a Szent Jeromos, akinek holnap fogjuk majd égi születés napját ünnepelni, Damázus pápának a parancsára elzarándokolt Betlehembe, és Jézus születésének a barlangjában vett szállást, és tudományát felhasználva lefordította arámról, görögről a Bibliát, az akkori világnak a nyelvére, latinra, amely Vulgáta néven terjedt el az egész keresztény világban. Évszázadokon keresztül sajnos nem vált közkincsé a Biblia, hiszen nem volt akkor még könyvnyomtatás, internet és egyebek, hanem a kolostorok mélyén szerzetesek másolgatták a Szentírásnak a könyveit, akár egy-egy könyvnek az elkészítése, egy-egy szerzetes kimért élethivatása, föladata volt.
Nem véletlen az, hogy a régi források arról adnak tanítást, hogy egy-egy Biblia 10, 15, akár 20 falu árát is érte, jobbágyostul, telkestül, földestül, állatostul és mindentül. 1453-tól 1455-ig 2 év nagy munkájával a fölfedezett könyvnyomtatásban Gutenberg János adta ki először a Bibliát, 42 sorra tördelve, és így is híresült el a 42 soros Biblia. Luther Márton, György Urfi álnéven, Warburg várában, Szent Erzsébetnek az egykori várában volt, az akkori hitújítási harcokban védő őrizetben fordította le német nyelvre a Bibliát, és ajándékozta meg a német irodalmi nyelvvel is a hazáját. 1590-ben adták ki az első magyar nyelvű Bibliát Károli Gáspár református prédikátornak a fordításában, Vizsolyban, ez a vizsolyi Biblia. Egy-kettő példány maradt 1590-től napjainkig, és az érdekessége csak az, hogy egyszerűen fölbecsülhetetlen anyagi értéket képvisel a Biblia. Nem beszélve nyilvánvalóan a szellemi Isten szava értékéről. Káldi György, jezsuita szerzetes, 1626-ban jelentette meg a magyar nyelven a Bibliát. És onnantól kezdve aztán szépen, fokozatosan a könyvnyomtatásnak az elterjedésével mázsa számra, vagy tonna számra ontották a Bibliát, és tették közkincsévé. A reformált testvérek úgy, hogy a Szentlélek majd elmondja mindenkinek azt az igazságot, amelyet közölni akar az emberekkel, a katolikusok pedig az egyházi tanítóhivatalra hagyatkozva, magyarázatokkal ellátva adják ki a Bibliát. Így jut el hozzánk is a Biblia, a Szentírás, Isten szava az emberekhez. Nem kémiát, nem fizikát, nem csillagászatot, nem történelmet közvetít, hanem olyan igazságokat, amelyek alkalmasak arra, hogy eljuttassák az embert az Istenhez, az üdvösséghez, a mennyek országához. Bizonyára emlékeztek a jó Fülöp atyáról készült filmre, legyetek jók, ha tudtok. Nos, a Fülöp atya összeszedi a kis utca gyerekeket, és imádkoztatja őket, énekelteti őket, eteti őket, emberré teszi őket. Hát most képzeljétek el, hogy egy ilyen közökből származott Baronius, aki a bíborosi méltóságig vitte. Természettudós volt, biblia professzor és egyebek, de azt mondotta, a szent iratok nem azt mutatják meg, hogy hogyan mozog az ég, hanem az, hogy hogyan jutunk az égbe. Ismerős az a kifejezés, hogy vannak olyan emberek, hogy bocsánatot kérek, hogy élek. Hogy ilyen emberből pontosan 12 egy tucat, és áll rájuk az a székely
történet, hogy az ivó már teljesen tele van, de Áron még betüremkedik. Mire az egyik magyar azt mondja, no, ebben az Áronnal se lettünk többek, csak sűrűbbek. Hát kérem szépen, hazudik az, és Isten káromolja az, aki úgy él, hogy bocsánatot kérek, hogy élek. Miért? Mert hittel azt kell mondanunk, hogy a Teremtő Isten a világ mindenség milliárdnyi csodáját az emberért teremtette meg. Kiemelte a teremtésből az embert, és megajándékozta értelemmel, szabad akarattal és halhatatlan lélekkel. Az örökké valóságra rendelte. Munkatársainak méltóságára emelte az embert. Töltsétek be, és hajtsátok uralmatok alá. A keresztség szentségében Isten gyermekeivé, az Anyaszentegyház tagjaivá, a Szentlélek Isten templomaivá váltunk. A bérmálásban az értelem, tudomány, bölcsesség, jó tanács, jámborság, lelki erősség, az üdvös Isten félelemnek az ajándékaival ajándékoztattunk meg, hogy jelenvalóvá tegyük az egyházat, Krisztus az egyház titokzatos teste, Krisztust az egyházat, azokon a helyeken, ahol csak általunk lehet jelen az egyház. Ahogyan a régi magyar közmondás is mondja, a pap az oltárról, a csőz a határról ad számot. Ilyen öntudattal élhet-e az ember úgy, hogy bocsánatot kérek, hogy élek. És hogy magyarázatokkal van eltelve. Ócsán egy aranyos család, sok gyermek, Bibliát olvas. Jézus betér egy előkelő ember házába. Azt mondja az apa, no, gyerekek, álljunk meg. Kit nevezünk előkelő embernek? A nagyobbak, de a kisebbik, a legkisebb nyújtja a kezét, és azt mondja, az az előkelő ember, aki előbb kell föl. Az apa is meghőköl, hogy hát, Isten szava, ember szava, nagyszerű. Igazatok van. Édesanyátok föl kell, mikor ti még alusztok. És elkészíti a reggelit, a tisztelőást, kiteszi, stb. Ő előbb kell föl, mint ti. És Jézus azt mondotta, aki első akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a szolgája. Hát édesanyátok előkelőbb valóban, mint ti, hiszen valóban előbb kell föl, és szolgál nektek. Na de hát ehhez nyilvánvalóan, hogy szentírás ismerete, tudása, magyarázata kell. Hiszen azért kezet a szívre, megtörténhet az, hogy amíg a gazda alszik, esetleg a kert végibe már valaki előbb fölkelve matat. Imádkozzuk a Hiszek egyet. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten
a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kin halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőség, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, jóságos és kegyes a mi Úrunk Istenünk, hívjuk segítségül és kérjük bizalommal. Add, Urunk, hogy a jólét és az öröm napjaiban se feledkezzünk el ínséget szenvedő embertársainkról. Hogy az anyaszentegyház hirdesse és jó példával mutassa, hogyan kell törődnünk a szegényekkel és a betegekkel. Hogy az emberiség közös összefogása mentse meg az éhínségek és a járványok, a háborúk és a természeti csapások szenvedő áldozatait. Hogy isteni figyelmeztetésnek vegyük, ha valaki bűneink és mulasztásaink miatt korhol minket. Hogy üdvös félelmet érezzünk az örök kárhozattól, és visszarettenjünk a bűntől. Hogy a megholt hívekért ne feledkezzünk el naponta imádkozni. Istenünk, tőled kaptuk hitünket. Add segítségedet, hogy hitből fakadó, hiteles életünkkel hirdethessük testvéreinknek örömhíredet. Urunk Istenünk, add kegyelmedet, hogy szenvedő embertársainktól szüntelenül el ne zárkózzunk, és így örök boldogságukat ne kockáztassuk Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Add meg nekünk, jóságos Atyánk, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, és fakadjon belőle számunkra minden áldás forrása, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkedet. Emeljük föl a szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent lelked ereje által te újból magad köré akartad gyűjteni őket, hogy a nép, amelyet a szent háromság egy Isten egyesít, mérhetetlen bölcsességet dicséretére egyházzá váljék, mint Krisztus teste és a Szent Lélek temploma. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged és újjongva zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adomány, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat,
aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egy házad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Miklós püspökünkkel, Lajos segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk, Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egy házad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Báránya, te elveszed a világ.
Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társ örökösei legyünk fiadnak, akinek halálát hirdetjük, és vele együtt szenvedünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Drága jó testvéreim, kedden 16 órától minden nap októberi ájtatosság kezdődik.
Mihály megkapta az áldoztatási jogot, lehetőségeit, tartson ki a szolgálatában, és most fölkérem Gábor, szóljon hozzánk egy pár szavat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sziasztok! Örülök, hogy ismét itt lehetek köztetek, és kaptam egy kis kimenőt a szemináriumból. Hát szeretnék egy kis élménybeszámolót tartani. Összesen 6-an vagyunk az előjárunkkal együtt, helyileg ez Kismaroson van, a ciszterszista mostor területén. Úgy néz ki, hogy egy kis lakásrészünk van, tanulószobával, és hát ha napi rendünk az úgy néz ki, hogy reggeli, napközi, esti imaóra és a Szent Mise állandó, akkor ház körüli munkák vannak, kétkezi munka, pasztoráció, ez plébánia látogatás, ifjúsági hittanok látogatása, tehát egy kicsit így belemegyünk a pásztori életmódba. És ugye mivel ez nulladik év, még nem társulunk főiskolához, ebből kifolyólag csak bevezető tanórák vannak. Ilyen a fundamentális teológia, erkőstan, filozófia, francia és magyar nyelvoktatás. Szabadidőben van lehetőségünk kerékpározni, kirándulni, pihenni, olvasni. És az egésznek a lényeg az önellátás, tehát hogy itt most egy családias körülmény között szokjuk azt, hogy szeminaristák vagyunk, és rajtunk kívül még nincs ott az a másik 5 év folyam. És úgy gondolom, hogy a püspök atyának ez egy nagyon jó döntése volt, hogy így alakult, mert nagyon sok erősítést kapunk lelkileg is, Istentől is, és egy olyan lelkivezetőt kaptunk Áron atya személyében, aki valóban Isten embere, és nagyon kitart mellettünk ő is, és mi is mellette. Hát most már kialakult egy egész jó kis napirend, szóval lassacskán lehet fogadni látogatókat, és szeretettel várlak benneteket is ott Kismaroson, ha gyertek el, nézzetek körül, és minden hónap utolsó hétvégén találkozhatunk, mert akkor van kimenő. Szeretném kérni továbbra is az imádságaitokat, imádkozzatok értem, és én is értetek, és hogy együtt építhessük Isten országát. Nagy öröm bennem az is, hogy ott is vasárnap 11 órakor van Szent Mise, tehát hogy ugyanabban az időben ünnepelhetjük a Szentségben Jézus Krisztust. És még szeretném mondani, hogy pénteken a Remény közössége szokásokhoz híven ima csoportot tart, mise után a plébánián. Oda is miséjék várnak benneteket szeretettel. Amen. Az e világnak a fiai úgy okoskodnak, ó Uram, ha sok az eszkimó, akkor kevés a fóka. De a világosság fiai engedelmeskednek az Istenember Úr Jézus Krisztusnak, kérjétek az aratásurát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Imádkozzunk Gáborért, hogy a megkezdett gondolatait, szavait, cselekedeteit beérlelje a papságba, ahogyan a Jóisten hívta, és minden napra, úgy ahogyan a Mihály atya is írta, hogy minden gondolatunk, szavainkra, cselekedeteinkre nekünk is rá kell mondani az igent. És újra, mint ahogy a szerelmesek újra és újra meg kell egymást erősíteniek abban, igen édesem, szeretlek, szeretlek, szeretlek. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.